Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. És akkor már is kapcsolunk Kijevbe, itt van Jászberényi Sándor, haditudósító. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt! Hát helyzetértékelést, vagy helyzetjelentést várunk tőled, épp most beszélgettünk arról, hogy ahogy te is korábban is beszámoltál róla, egyre szorosabb a gyűrű Kijev körül. Hogy telt az éjszaka? Az éjszaka viszonylagos nyugalomban telt. Igazából most kevesebb is volt a rakéta támadás, mint az elmúlt napokban. És azért ugye, amit látunk, hogy szorul a gyűrű a város körül, várjuk, hogy mikor szerintem az áramszolgáltatás, mikor szűnik meg a víz, a lakosság szenvedései azok leírhatatlanok, tehát hogy a humanitárius korridorokat, amiket a Irpinből éjszakon nyitnak az ukránok, hogy ki tudják menekíteni a lakosságot, az lövi. Tehát az tüzesség, mi is tűz alá kerültünk újságíróként, tehát a helyzet ez elég komoly. És az, hogy nyilvánvaló volt, hogy civil folyosó és civilek fegyetlen civilek vannak ott, ez nem zavart a tüzességet, abban a tüzesség sorájuk, hanem három ember meghalt. És hát folyamatosan támadják a főváros tegyematok hamarosan, hivatalosan is elérik Kijev város határait az orosz csapatok, és akkor megkezdődik a városi harc. Nem úgy tűnik, hogy bármelyik fél engedne ebben a konfliktusban. Az ukránok a konvédőháborúba szerveznek, tehát a konvédőháborúba készülnek fel, házastól házig tartott győzelemben, aminek a legnagyobb vesztese a civilek lesznek. Menekülnek a civilek a városból? Még mind, mert ugye korábban beszéltünk arról, hogy tényleg tömött sorokban próbálták elhagyni mindenféle módon és formában a várost az emberek. Ez most is folytatódik még? Mi nem láttunk már a városból kifelé veletett dugót az előző pontok között, aki tehette elmenekült. Ugye a legutóbbi statisztika szerint 1 millió felett van azoknak a szám, akik elmenekültek Ukrajnából a fegyveres konfliktus elől. Tehát ez semmi. Tehát itt a lakosság nagy része itt van, nők, gyerekek, öregek, itt van a Kijevben, hova ment volna. És hogy nem azt képzeljük, hogy itt szerelem városok ellen háborúznak, a hadsereg, de itt a lakosságot öli. Hogy alakul az ellátás? Van-e víz, élelem? Egyáltalán hogy tudjátok ezt megoldani, vagy hogy tudja megoldani a civil lakosság? Mennyire vannak óvóhelyek, búvóhelyek, pincék, ahova el tudnak menni? Ugye Kijev szintén egy ilyen poszt-szovjet megrökszésőkkel készült a hidegháború alatt az azon a konfliktusra, tehát minden házban ott van egy végoldalmi pince, ezek külgoldalán állapodó van, amit nálunk a végoldalmi pincék, és hát a lakosság nagy része így tölti az idejét. Víz és áram az még van. Az élelmiszer boltokban a porcokban már látszik a hiány, a gyógyszertárak ki vannak ürülve. Azt gondolom, hogy minden szorosabb lesz ez a gyűrű, annál jobban fog a lakosság szenvedni. Hát a polgármester azt nyilatkozta, hogy katasztrófa és horror, ami a városban uralkodik, akadózik a logisztika. Azt jelenti, hogy nem jutnak a boltokba áruk. Még ahhoz képest, ami Mariupolban van, vagy Herszonban, vagy Harkivban, ahhoz képest istenes a helyzet. Tehát, hogyha erre forgatok, hogy a szemek kijednek, akkor itt emberek kérdődik. Mennyire mennek befelé a városba, akár önkéntesek, vagy akik mondjuk visszatérnek és harcolni szeretnének? Ugye erről is szó volt korábban, azóta szintén lehetett olvasni róla, hogy önkéntesek akár külföldről, akár más országokból próbálnak bemenni a városba, hogy fölvegyék a harcot az oroszokkal. Erről lehet-e válni a helyszínen? Nagyon magas az ukránoknak a harc, hiszen nincs nem ne felejtsük el, hogy ami mellett egy nevezet is születik új legembertől és úgy nevezett hivatkozási alapokkal. Tehát, hogy nem az a tendencia, hogy az ukrán férfiak elmenekülnek a frontról és próbálnak külföldre jutni, hanem éppen ellenkezőleg megpróbálják a családjaikat kimenteni a frontról, és aztán visszatérnek a városokba harcolni és megvédeni az otthonaikat.
és ez a mai napig tart. Nyilván ugye egyre jobban jön közelebb az orosz az erő, a zsitomíd út, amit használtak, ahogy elérni ki, mert ez szép hallőre, ott folyamatosan harcolva vannak, de változatlanul nagy mennyiségű önkéntes érkezik fel. Amíg kitöltem egy interjút egy ilyen önkéntes szervezetnek a vezetőjével, aki azt mondta, hogy le kell állítani a felvételi, tehát a gyereseknek nem tudtak elég feladatot megfegyelmezni. Tehát, hogy itt arról szó sincsen, hogy elmenekülnének az emberek. A nők is egyre értebb a családot helyezik biztonságban, a férfiak is aztán visszatérnek, hogy eljöjjük a hazájuk. Uh-huh. Jászberényi Sándornak köszönöm szépen a friss információkat és a beszámolót. Vigyázzatok nagyon magatokra, és beszélünk később. Köszönöm szépen. Én köszönöm.